Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Bár jelenleg nem lehetnek előadások, a Szekszárdi Német Színház társulata mégsem tétlenkedik. A színészek az adventi időszakra készülnek, és egy virtuális adventi naptár összeállításán dolgoznak. A nézők a teátrum Facebook oldalán találkozhatnak minden nap egy-egy énekkel, verssel. Ez lesz az egyik dalocska abban a kalendáriumban, melyet a Szekszárdi Német Színház művészei állítottak össze. Míg a pandémia miatt nem lehet a tervezett színházi előadásokon dolgozni, a színházban úgy gondolták, nem tétlenkednek. Amak Mónika, a teátrum megbízott igazgatója, szerette volna a terv szerint bemutatni a Kisherceg című mesedarabot, ám erre még várni kell. Ő magáról azt meséli, visszatérő a Dajcsa bűnébe, és mindig is szeretettel gondol az intézményre. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a fenntartója a Szekszárdi Színháznak, és én a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtárnak vagyok az igazgatója, tehát közös a fenntartunk, és amikor kiderült, hogy gyermeket vár a színház igazgatónője, akkor megkérdeztek, hogy nem vállalnám-e ezt a feladatot átmenetileg, amíg ő újra visszatér. És számomra ez nagyon megtisztelő volt, mert nagyon szerettem a Szekszárdi Színházat, én fiatalkorom óta ide járok, és nagyon jó darabokat láttam itt. És hát ezért sokáig gondolkodtam, hogy egy ilyen nagy feladatba belevágjam-e a fejszémet, de van egy érdekes történet, hogy pakoláztam a szekrényemet, és megtaláltam a Nathan der Weise-nek a színlapját, amikor megnyílt itt a színház. És akkor azt gondoltam, hogy ez egy jel, hogy jönnöm kell tényleg, kipróbálhatom magam egy új terepen. Egyébként én televíziós újságíróként dolgoztam régen, aztán pedig a centrumhoz kerültem, és hát most itt vagyok a színháznál, és egy nagyon nagy kihívás, de fantasztikus kollégák vannak itt, csodás színészek, és hát nagyon várjuk, hogy újra kinyithassunk és játhassunk a közönségnek. Amíg erre sort kerülhet, a társulat tagjai úgy gondolták, nem lehet munkanélkül maradni, és így jött a kalendárium ötlete. Eredetileg az volt a tervünk, hogy egy adventi műsort fogunk létrehozni. Ennek a premierje egyrészt itt Szekszárdon lett volna, másik pedig Budapesten a Magyarországi Németek Házában. Ott egy szabadtéri előadással készültünk volna, ami egy különleges alkalom lett volna. Aztán sajnos kiderült, hogy ez nem lehetséges, ugyan rendezvényeket sem lehet tartani, és akkor ismét újra terveztünk, ahogy ezt most már így a 20-as évben azért most már egészen jól csinálja mindenki. És a művészeti vezetővel, Franz Huberrel beszéltünk arról, hogy mit lehetne ehelyett tenni, és akkor jött egy adventi kalendárium ötlete, és úgy gondoltuk, hogy akkor mi is dolgozzunk az internetre, és éppen ezért, hogy kicsit minden estére adjunk valamit a nézőknek, ezért minden estére készültünk egy verssel, vagy egy dallal. November 29-től, tehát minden este a Színház Facebook oldalán, és reméljük még más plénumokon is, és reméljük, hogy tovább osztják a nézők az előadásainkat. Rövid kis dalokkal és versekkel készültünk a számukra, és egészen szent estéig fog tartani ez a folyamat. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Azon túl, hogy nagy kedvel készülnek a kis filmecskék a kalendárium egy-egy napjára, azért az igazi mégis a színházi munka lenne, mindenki nagyon várja már azt a pillanatot, amikor újra nézők lehetnek a széksorokban, és lehetőleg minden széken. Folyton azon gondolkodunk, hogy mi lesz, ha végre újra kinyithatjuk az ajtót, és végre bejöhetnek az emberek, mert nagyon üres a nézőtér, nagyon-nagyon üres lett volna azzal a verzióval is, ahogyan le kellett csökkentenünk ugye a nézőszámot, de mire kiszámoltuk, hogy pontosan hogyan tudunk ültetni, addigra sajnos be kellett teljesen zárnunk. Amikor kinyitunk, nagyon reméljük, hogy végre a kis herceget bemutathatjuk, erre készülünk most már 2 hónapja, hogy elindítsuk a próbafolyamatot, és reméljük, hogy januárban ez már meg is történik, és hogyha így lesz, akkor adjaik, hogy februárban megmutathatjuk végre az új darabot, de az idei év az tényleg az újra tervezések éve volt, tehát számos darabunk van, felnőtt darabunk, a 8 nő, a Sirály, amit még alig láttak a nézők, és ezeket mindenképpen szeretnénk visszahozni. Ugye a külföldi vendégművészek miatt ez most lehetetlen volt az őszi időszakban, de nagyon-nagyon reménykedem, hogy tavasszal ez már megtörténik. Addig is még játszottuk ugye a helyi
lakosú vagy helyi illetőségű színészekkel a darabokat, és hát voltak zsebszínházi darabjaink is, amikkel ugye jártuk az iskolákat. Most pedig hát próbálkozunk minden más dologgal, hogy azért jelezzük, hogy itt vagyunk, hogy készülünk, hogy várjuk vissza a nézőket, és hogy ebben a nehéz időszakban is azért örömet okozzunk nekik. November 29-én tehát indul a kalendárium, hogy azután minél hamarabb újra az igazi színpadi produkcióké legyen a főszerep. A novemberi hónap műtárgya sorozatban kiállított anyag nem csak régisége és szépsége miatt érdemel figyelmet. A Vosinszky-Mór megyei múzeum folyosóján látható munka egy mezővárosi kovács műhelyből származik. A hónap műtárgya 2020 novemberében Fülöp Gyula kovácsinas szabaduló munkája, de mit is jelent ez? Valójában egy kovácsolt vas rózsa, egy gyertyatartó, tehát mindenképpen 19. század végéről származó lakásdísz egyébként. A feudális és polgári korban a fémipari szakmák mesterei külön céhekbe tömörültek. Ilyen volt a kovács, a lakatos, a bádogos, a rézműves és az ötvös. Közülük a legjelentősebb gazdasági szerepe a kovácsnak volt. Fő feladata a mindennapi használati tárgyak és mezőgazdasági eszközök előállítása, javítása, illetve a szekerek vasalása, lovak patkolása volt. Lévén munkájuk nélkülözhetetlennek számított, minden településen volt legalább egy kovácsműhely. Ez mellett általában az egyes uradalmaknak is voltak uradalmi kovácsai. Ez úgy nézett ki, hogy egy-egy uradalom felfogadott vagy egy majorságba, vagy a területén lévő faluba egy műhelyt tartott fönn, és oda egy ilyen konvenciós szerződéses kovácsot alkalmazott. A rózsát készítő kovácsmesterünk édesapja is egy ilyen uradalmi kovács volt. Tulajdonképpen ez a generációról generációra öröklődő kovácsmesterség az iparosok között ez egy gyakori bevett dolog volt. Úgy tűnik, hogy itt a 9 gyermek közül az egyikük, Fülöp Gyula folytatta is ezt a mesterséget. Fülöp Gyula születésekor már Tótkeszi Újpusztán, ma Magyarkeszi éltek, mely az Eszterházi uradalom és egy kisebb majorja volt. 10 év múlva átköltöztek egy másik eszterházi majorba, Gyántra, ma Pincehely határa. Az anyakönyvek minden esetben Ferri Fábernek, azaz kovácsmesternek nevezték az édesapját. A rózsát 1895-ben készítette el, Inas éveit akkor fejezi be, ez a szabaduló, tehát inasi szabaduló munkája volt, ekkor legényé léptették elő. És mivel ebben az időszakban ez egy nem egy mezőgazdasági használati tárgy volt, hanem ez egy reprezentatív berendezési, lakberendezési tárgynak számított funkcióját tekintve, ezért is mondhatjuk, hogy biztosan mezővárosi vagy városi kovács műhelyből került ki, illetve ott tanult maga Fülöp Gyula is. Vizsgamunkája alapján feltételezhető, hogy Fülöp Gyula is valamelyik közeli mezővárosban tanulta ki a szakmát. A későbbi műkovácsolásnak nevezett technikát is ismerő és alkalmazó kovácsinas nagy kézügyességről tanúskodó díszrózsát készített. Munka közben mind a hideg, mind a meleg kovácsolás technikáit alkalmazta. Ezt a henger alakú szárat, illetve a hozzátartozó szétnyíló háromlábat, ez gyakorlatilag kovács hegesztéssel, tehát úgynevezett fehér rizzással, fehér melegen rakták össze. Ez azt jelentett, hogy nagyon magas hőfokra fel kellett melegíteni, hogy utána az összekalapálás és a fémek összeolvadása sikeres legyen. Az olyan részeket, mint a leveleknek a szárát, vagy a bimbóknak a szárát, azt forrasztással rakta hozzá, méghozzá sárga rézzel forrasztotta meg ezeket a részeket. Szintén figyelmet érdemel például a leveleknek, illetve a szirmoknak az elkészítése. Ebben az időben, tehát itt a 19. század végén Magyarországon a vaslemezgyárak, tehát vashengerművek már működtek, illetve úgymond félkész termékeket lehetett vásárolni a piacon, és ennek a rózsának is a levelei gyakorlatilag ilyen előre elkészített, megvásárolt ipari lemezből ollóval, tehát kovácsollóval vágtak ki.
A lemezollóval kivágott alakzatokat a maga készítette domborítószerszámmal és kalapáccsal formázta meg. A leveleken látható erezéshez a száron végigfutó kéreg mintavéséséhez szintén speciális, egyedi eszközöket gyártott. Még egy technika, ami érdekes volt, ez az úgynevezett zömítés, amikor felsűrűsítik a szár végén az anyagot, és utána a szár végén utána tették rá végül is a rózsának a bimbóját. Valójában a rózsának, mint tárgynak a történetében szintén egy változást jelentett, hogy 1961-ben a családnál volt ez a tárgy, tehát mint szabaduló, inasból szabaduló munkáját, ezt megtartotta a család. Fülöp Gyulának az unokája, Fülöp Erzsébet 1961-ben az Ozorai Járási Múzeumnak ajándékozta. A múzeum bezárása után a Simontornyai Vármúzeumba került, és végül is bizonyos átalakítások, múzeumi átalakítások után 2007-be került be a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a néprajzi gyűjteményébe. A mester életéről még egy-két adattal szolgáltak az anyakönyvek. Az ozorai származású Dénes Annával kötött házasságot, aki túlélte 1950-ben elhunyt férjét. Azt gondolom, hogy nem csak a rózsának nem csak a szépsége, illetve az életkora érdemel figyelmet, ugyanis hát 125 éves ez a vasrózsa, hanem maga az a technológia, amivel készítették. Érdemes lesz továbbra is követni a rózsa történetét. Fülöp úr unokája felkereste a múzeumot azzal a felvetéssel, hogy további információkat tud megosztani a mesterrel és a munkával kapcsolatban is. A 2020-ban tartott, több belső koncertek fotóanyagát, posztereit bemutató kiállítás nyílt Pakson, a Csengei Művelődési Központ bejáratánál. A felvételek visszaidézik a járványidőszak első hullámának hangulatát. A közel 50 képet tartalmazó 7 tabló a Művelődési Központ főbejáratának üvegajtaján látható december 31-éig. A képeket Nagy Marcell és Kis G. Péter paksi fotósok készítették. Gyertek az én keresztfámhoz, üdvösség te kultárához. A Szucsán Banda kezdte még áprilisban a nagy sikerű tömbelső koncertsorozatot Pakson a Szabó Erzsébet utcában. Őket még számos előadó követte, mintegy 35 fellépő próbált kultúrát becsempészni az utcákon keresztül az otthonokba. A koncerteken készített fotókat most Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ bejáratának hatalmas üvegajtóin kiállították, valamint a koncertsorozatot népszerűsítő posztereket is. A 7 tabló mintegy 50 fotót tartalmaz. A felvételek a járvány időszak első hullámának hangulatát idézik fel Nagy Marcell és Kis G. Péter paksi fotósoknak köszönhetően. Április 13-a és július 3-a között 25 alkalommal 35 belső koncertet szerveztünk Pakson, illetve 2 alkalommal Dunakömlődön, és amikor ezeknek a koncerteknek a véget ért, akkor a Paks Press hírügynökségtől Kis G. Péter megkeresett bennünket, ugyanis ők minden alkalommal részt vettek a koncerteken, és fotóztak, vagy Nagy Marcell fotózott, vagy pedig ő maga Kis G. Péter, mi lenne ebből egy kiállítást rendeznénk. Az eredeti terv az volt, hogy a nagy kiállítónkban rendezzük meg a kiállítást ősszel, de a járvány második hulláma miatt sajnos ez nem valósulhatott meg, és arra gondoltunk, hogy a főbejáratnál, az üvegajtóra kifelé, tehát a közönség felé állítjuk ki a tablókat, és mellé csatoljuk a plakátokat, tehát mind a 25 alkalomról készült plakátot is. Kis G. Péter korán kezdte a fotózást 12 éves korában. Középiskolában már eldöntött tény volt, hogy ő egy életen át ezzel szeretne foglalkozni. Én igazán fotoriporter vagyok, tehát a fotózásnak nagyon sok ága van. Ez áll hozzám a legközelebb, és ez volt van a hivatásom is. Szinte valamennyi több első koncerten ott voltunk a pandémiás időszak első hullámában. Én azért is szívesen jártam ezekre, mert találkozott egyfajta olyan akarat, amelyben az előadók, az előadó művészek, a szervezők
és a közönség is azon volt, hogy egy ilyen nehéz időszakban mégis tudjunk nyújtani egymásnak valamit, ami egy kicsit az akkor ránk zúdult és hirtelen még nehezen feldolgozott helyzetben egy kis átmeneti könnyebbséget adott néhány órára. Képeink elsősorban erről szólnak, tehát nem csupán dokumentatív rögzítése egy-egy eseménynek, egy-egy koncertnek, hanem annak a helynek, annak az időszaknak, annak a környezetnek, annak a helyzetnek a megélésének is az ábrázolása egyúttal. 7 tablón több mint 50 kép van kint. Ez egyfajta eszenciája ezeknek a tombelső koncerteknek. Szinte majdnem minden előadót igyekeztünk megjeleníteni ezeken a tablókon is. És azt is, amilyen szokatlan helyzetben, mert ugye többnyire valamilyen művelődési házban, színpadon, koncertteremben történtek. Én most ők kijöttek a szabadba, de ugyan azzal az előadással, akarással, szeretettel, közönség iránti vonzalommal játszották el ezeket a számokat a legjobb tudásuk szerint, ami egy teljesen egy új világ azért mostanában. Szerettünk volna minden előadót megmutatni, mert nekik ezért köszönettel tartozunk, már csak azért is, mert ők ezt mindenféle honorárium nélkül végezték el, és az ő fizetségük a közönségnek az elismerése és a tapsa volt. Tehát szerettük volna mindegyiket ezért megmutatni. Másrészt megmutatni az egésznek a hangulatát, ahogy ezek történtek, és ahogy az emberek az ablakból nézték ezt a koncertet, őket is nyilván azért meg kellett mutatni, a közönséget, az embereket is, akik nem csak azért jöttek össze, hogy jó zenét hallgassanak, hanem azért, hogy egy kicsit a lehetőségeken belül együtt legyünk. A tavaszi pandémiás helyzet miatt elmaradt egy áprilisra tervezett jubileumi műsorsorozat, pedig a Babits Mihály nevét viselő Szekszárdi Kulturális Központ 5 évtizedes fennállását ünnepli. Zárt körül, mégis ünnepélyes keretek között koszorúzta meg Babits Mihály szobrát a Szekszárdi Kulturális Központ stábja. A gesztus egy most induló nyilvános programsorozat kezdő akkorja lett volna áprilisban, ugyanis a Babits, a ház, a kulturális központ, nagyon sok neve volt már az elmúlt 5 évtizedben, fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az idén. A Babits Mihály Kulturális Központ online programsorozata pénteken startol az intézmény videó megosztó oldalán. A programokról és a pontos időpontokról pedig a közösségi háló segítségével informálják az érdeklődőket. A meghitt belső megemlékezés keretein belül Németh Judit elszavalta azt a verset, amit szintén ő adott elő az 1970-es átadáson. Az eseménynek megfelelően a Tolnai megyeszékhelyen 137 éve született Babits Mihály versét hallhattuk a tiszteletadás után, az Édes Otthont. S mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, és jégcsapot olvaszt a gyerek. Bennyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyúl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Édes az otthon. Nagyon szerettük volna, és én is nagyon szerettem volna, és szívből sajnálom, hogy azt a méltó módot, hogy ez a ház tele legyen az évforduló alkalmából, az ünneplésen, hogy itt élettel legyen tele, hogy minden csoport itt lehessen, hogy együtt ünnepelhessünk valóban, akár kocincsunk, akár történeteket meséljünk, hogy ez sajnos nem valósulhatott meg. A kollégáim is ezen dolgoztak, ők is nagyon sajnálják ezt, hogy így alakult, de nem szeretnék titkot elárulni, talán erre majd még lesz lehetőségünk. Életmű kiállítással köszönti a Babits Mihály Kulturális Központ Baki Péter Munkácsi díjas festőművészt, aki hosszú ideig volt a Szekszárdi Művészetek Háza igazgatója is.
Bár a tárlat a megszokott módon nem látogatható a járványhelyzet miatt, a művelődési központ üvegfalán keresztül kivetítve gyönyörködhetnek benne a kíváncsiak. A festőművész azt is elmondta, a jelen nem kedvez a képzőművészetnek, mert a befogadók jelentős része nem érti az alkotások üzenetét. Baki Péter Munkácsi díjas festőművész életművének legfontosabb darabjai kerültek föl a művészetek házafalaira. A napokban 70. életévét betöltő alkotó saját bevallása szerint szakmai és emberi életútjának fontos pillanataihoz kötődő, önmaga számára is mérföldköveknek tekinthető képek alkotják a kiállítás anyagát, amit e pillanatban még nem lehet hivatalosan megnyitni. Válogattam is a képek közül, meg úgy adódott is, hogy mit kellene most ebben a helyzetben kiállítani, és hát sokat segített, hogy előtte volt a Bajai kiállítás, és hát oda összeszedtem már egyszer az anyagot. Úgyhogy ez az anyag jó részt onnan került, tehát egy pár kép van, amit pluszban hozzátettem. Úgyhogy hát nehéz ezt így végig gondolni, hogy életmű kiállítás, mert a fene gondolta, hogy 70 éves az ember, ez úgy nem jutott még eszembe. Mostanában azért eszembe jut az elmúlt hetekbe, de eddig nem foglalkoztam vele, és kiállításokkal is úgy voltam, hogy volt kiállítás, ami kicsit visszatekintés, volt kiállítás, ami az adott helyzetet jelezte, és volt kiállításom, ami egy picit a jövőnek is szólt, már a saját jövőmnek, úgyhogy ezt úgy értem, hogy megpróbáltam a képekbe egy olyan helyzetet vinni, egy olyan mondani valót megjeleníteni, amely egy kicsit előremutató abban az irányban, hogy szeretném én fejleszteni a saját festészetemet. Én azt hiszem, hogy az én festészetem az azért általában olyan, hogy van egy vonal, amiről nem nagyon térek le, vagy csak ritkán. Ugye ez a figurális festészet, viszont vannak olyan képek, amik eltérnek ettől, vagy egy kicsit már más felé mutatnak. Ezek inkább az én színeváltozásaim, tehát nem csak a világ színeváltozása, vagy változása, a körülöttem lévő változás, mert az ember nyilván hat az emberre, tehát nem lehet ezt kikerülni. De hát ez a jelenlegi káosz, amiben élünk, ez nem használ az én művészetemnek. Én szeretem a nyugalmat, szeretem azt, hogyha egyfajta biztonság van körülöttem, és szeretem, hogyha ezt a fajta nyugalmat keresik, vagy mutatják a munkáim, bár miután keresik, így nem biztos, hogy nyugalmat árasztanak. Baki Péter azt mondja, a kortárs képzőművészetnek gyenge az a lehetősége, hogy utakat mutasson a jelen helyzetek kezelésére. Részben azért, mert nem kap lehetőséget a médiában a bemutatkozásra. Részben a vizuális kultúra oktatási terén tapasztalható hiányosságok miatt kevesen értik az üzeneteket. Általában a kiállításokon is ugyanazok az emberek vannak hosszú évtizedek óta. Annyiban változik, hogy kihalnak, és akkor legfeljebb jönnek az unokák vagy a gyerekek, de általában ez a helyzet. Ezeknek egy része, ez inkább a nagyvárosokra jellemző, egy része azért jár, mert kötelező eljárni ezekre a megnyitókra, a másik része tényleg azért jár, mert szereti a képzőművészetet, megérdeklődik, de nagyon kevesen vannak. Ma minden üzenet, minden annyira átpolitizálódott a világ, hogy bármit csinálsz, annak van valamiféle üzenete. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy politikai üzenete, holott erről szó sincs, de ezzel együtt jelen pillanatban ilyen a világ. Ilyenkor az ember szívesen visszavonulna, és semmi más nem csinálna, csak rajzolna, festene. Erre a karantén még lehetőséget is adna, de nem lehet, szóval nem lehet csak magadnak festeni. Annak ellenére, hogy ellentmondok önmagamnak, mert én is
meg a művész kollégák jó része is önmagának készíti a műveket. Vagy azért, mert a büdös életben nem kerülnek kiállításra. Van ma Magyarországon körülbelül 3000 hivatásos profi képzőművész, akiknek egy jó részéről senki nem tud semmit. Erről persze ők is tehetnek, mert nem tesznek azért, hogy kiáltásokra kerüljenek, kiáltásokat csináljanak, de azért nagyon, nagyon bántó és nagyon rossz érezni azt, hogy nem kerülnek ezek a kiáltások olyan nyilvánosság elé, nem kapnak olyan propagandát, amilyent megérdemelnének. Hogy a vizuális nevelés nincs azon a szinten, hogy például egy gimnáziumból kikerülő fiatalember, hölgy, elsősorban talán a fiatalember, úgy forduljon a kortárs képzőművészethez, hogy érdeklődve feltenni saját magának azt a kérdést, hogy vajon a művész miért nyúlt ehhez az anyaghoz, miért így nyúlt ehhez az anyaghoz, miért így csinálta ezt a művet, mit akar nekem mondani. Nagyon rossz mellékízzel kerülnek be középiskolások kiállításokra, és úgy is hagyják ott, mert nincs meg többségükben az a vizuális nevelő tanár, aki ezt el tudja mondani, hogy forduljanak a kortárs művészethez, jó részt azért, mert ő se tudja. Nem jó korszakban születtünk, képzőművésznek lenni nem a legjobb, de nem is rossz, mondja mosolyjal az arcán. A Babits Mihály Kulturális Központ tervei alapján a kiállításról készült katalógus képeit kivetítve nézhetik meg a Bakta Galériában. A tervek szerint áprilisban hivatalos ünnepség keretében zár majd Baki Péter életmű kiállítása a Szekszárdi Művészetek Házában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!